Ezek annak a tájékoztató fórumnak a felvételei, melyet a solymári és szentiváni kárpótlásról rendeztek meg január 28-án a solymári polgármesteri hivatal nagytermében. A Rozmaring MGTS területén kárpótlásra várók helyzetét az országgyűlés a 2021. december 14-én elfogadott 145-ös törvénnyel rendezte. Idáig azonban hosszú út vezetett. Hát messziről indul a történet 30 évvel ezelőttről, ugyanis az első szabadon választott parlamentünknek első dolga volt, hogy erről egy törvényt alkosson, ez 1991-ben született meg, és az a lényege, hogy azok a személyek, akiktől elvettek földet, a háború után ugye üzletet, javakat, termelőüzemeket, illetve azok, akik politikai okokból kényszermunkán voltak, tehát különbözőképpen sérelem, illetve anyagi sérelem is érte őket, ezeket az állam kárpótolja. Erre hozta meg a parlament a kárpótlási törvényt, aminek ugye az egyik fő része a földkárpótlás volt, ami főleg a földkárpótlás nagyon sok solymári szemét is érintett. Ugye ekkor megalakult a Solymár TS, elkezdett pereskedni a Rozmaringgal, mert nem adták ki a földalapot. Ennek a végén a 2006-os évben tett pontot egy legfelsőbb bírósági döntés, ami idézőjelben a Rozmaringnak adott igazat, és innentől kezdve a Rozmaring MGTS, illetve azóta már KFT földhasználóként jelent meg ezeken a vagyontárgyakon, és hát sok-sok év telt el, de különböző jogi problémák miatt sem az eljáró kárpótlási igazságügyi hivatal, sem maga a Rozmaring, illetve a solymári tulajdonosok sem tudtak egyetérteni, ugye a solymári tulajdonosok értelemszerűen nem tudtak egyetérteni, hogy a földalapot hogy állapítják meg. És hát ugye sok-sok évig egyszerűen jogi megoldást nem tudtunk erre találni. Ugye ez a földalap azóta egyfolytában változott, közben kisajátítottak belőle területeket, védett területeket, stb. Tehát nem volt megegyezés a földek mértékében is. A kárpótlás közben az egész országban lezajlott, csak Solymár és környéke maradt ki. Az ügy végül röviddel ezelőtt új lendületet kapott. Körülbelül egy jó évvel, másfél évvel ezelőtt, amikor ugye találkoztunk Menczer Tamás államtitkár úrral, akkor itt ebben az irodában egyébként leültünk, és talán Dalos Attila képviselőtársam mondta azt a javaslatot, hogy itt kell csinálni egyfajta Lex Solymár, tehát egy kifejezetten Solymára vonatkozó törvényjavaslatot, és az államtitkár úr meg is mozgatta az összes lehetséges politikai kapcsolatát, és végül is sikerült együttműködve az Agrárminisztériummal egy olyan jogszabályt hozni, ami azt mondta ki, hogy az összes ilyen jelenleg, illetve addig a törvényig a Rozmaring kezelésében, tehát földhasználatban levő területet a magyar állam magához vonja és állami tulajdonba veszi, majd arra a célra, hogy ebből az állami tulajdonból, így már állami tulajdonként egy törvény segítségével ugye megalkossa a kárpótlást. Ez a kárpótlási törvény mondjuk így meg is született a tavalyi év végén, és jelenleg az a helyzet, hogy a solymári kárpótoltak, hisz kifejezetten a solymári lakosokról van szó, akik mint solymáriak 1991-ben lettek jogosultak erre a kárpótlásra, illetve utódai, körökösei természetesen, hisz nagyon sokan már nem élnek közülük. Ők bejelentkezhetnek most az elkövetkezendő 3 hónapban, tehát január 1-től március 31-ig, hogy visszaigényléjék a földjeiket, illetve az állam felajánlotta azt is, mivel nem biztos, hogy a földek megfelelőek, nem biztos, hogy kell már termőföld a tulajdonosoknak, megtehetik azt is, hogy pénzbeli kárpótlást kérjenek. Tavaly nyár elején, vagy talán még valamivel korábban, mint hogy a nyár megkezdődött volna, kerestek meg a solymári önkormányzattól, illetőleg maguk az érintettek ezzel a problémával, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és megértettem, hogy mi a helyzet, és megértettem azt, hogy itt van egy igazságtalanság, nevezetesen és konkrétan az, hogy körülbelül 300 olyan család van, akiktől még a kommunisták elvették a földjüket, és ők nem részesültek kárpótlásban sem a rendszerváltáskor, sem az azt követő évtizedekben. Elmondták, hogy mi hogy történt,
míg átolta őket, mi minden történt, különböző spekulációs ügyletek voltak a kárpótlása kapcsolatban, amelyek, ha jól értettem, szinte még a kommunistákhoz köthetők, de nem is ez a lényeg, hogy mi történt eddig, a lényeg az az, hogy ők nem részesültek kárpótlásban. És ők kérték azt, hogy én ebben segítsek. És minek utána világos volt, hogy itt az igazságtalanság az nyilvánvaló, én rögtön az Agrárminisztériumhoz fordultam, ott remek kollégákat találtam, és akkor elkezdtünk közösen dolgozni. És az Agrárminisztérium szakemberei létrehoztak egy törvényjavaslatot, amely rendezi a kárpótlás kérdését, és ezt a törvényjavaslatot a tavalyi év végén, tavalyi év decemberében el is fogadta a Magyar Országgyűlés. Ez egy közös sikerünk és örömünk volt. Én a solymáriakkal ünnepeltem, ha szabad ezt mondani, azon a napon ott a parlament előtt, ott összejöttünk, és pont együtt fogalmaztuk meg, hogy lezárul ez a 30 éves háború, és ez a 30 éves szenvedés, küzdelem. A solymári kárpótlás ügye mostanra széleskörű politikai összefogást tudhat maga mögött. A történetbe bekapcsolódott Ritter Imre, a parlament német nemzetiségi képviselője is, aki arról beszélt, mennyire fontosnak tartja, hogy minden károsult hozzájusson az őt megillető kompenzációhoz. Az ő közbenjárásának köszönhető, hogy Pilisszent Iván érintett lakosai is bekerülhettek a jogosultak körébe. Természetesen az egész problémakörnek a felvetése, a törvényjavaslatig való elvitele az teljesen egyértelműen Menczer Tamás államtitkár úrnak az érdeme. Aki ezt felkarolta, Nagy Istvánnak és a munkatársainak, akik ezt szakmailag megcsinálták, Semjén Zsoltnak, aki formálisan is benyújtotta a törvényjavaslatot és a politikai támogatást biztosította hozzá. Ebben az alapvető dolgok, amiket kiegészítettünk és pontosítottunk, az egyrészt a törvényi háttér volt, amit nagyon fontosnak tartok, hiszen itt 30 éven keresztül komolyan visszaéltek a joggal, amiért nem kerülhetett sor egyáltalán a kárpótlásra. A másik fontos dolog volt, hogy a solymáriak mellett a Pilisszent Ivániakra is ki lett terjesztve. A harmadik fontos dolog volt, hogy nem csak az elvett földtulajdon, hanem az elvett ingatlanokra, hiszen itt házakat, üzemeket, mást is elvettek az emberektől. Bízom benne, hogy mindenki, aki még kárpótlásra jogosult, élni tud vele, és azt biztos mondhatom, hogy a lebonyolításnál egy abszolút megvan a politikai szándék a tisztességes rendezésre, és ez nagyon fontos, hiszen önmagában a jog az nem mindig jelent feltétlen igazságot és igazságosságot. Én bízom benne, hogy most a kettő itt egybe fog esni. Továbbá a módosításnak köszönhetően lehetőség van a vegyes kompenzációra is, vagyis hogy valaki a kárpótlási jegyei egy részéért földet, a fennmaradó összegért pénzt kapjon kárpótlásul. A kárpótlás feltételei tehát az új törvénynek köszönhetően végre adottak. Az érintettekre még egy több lépcsős folyamat vár, aminek az első lépcsője a jogosultságok megállapítása lesz. Az erre vonatkozó kérelmeket március 31-ig lehet beadni a földhivatalnál az erre fenntartott ügyfélfogadási időben. Minden a kárpótlásra várók számára fontos információ és határidő elhangzott a január végi tájékoztató fórumon. A solymári érdekegyeztető fórum pedig folyamatosan tájékoztatja az érintetteket a teendőkről. A 3 évtized óta húzódó ügy végre tényleg megoldódni látszik. A most már elfogadott törvény értelmében 1 milliárdos keretet biztosít a magyar kormány, és 1000 hektárnyi földterületet a kárpótlási igények kielégítésére. Tehát most már ez tulajdonképpen teljes mértékben irányban van, sinem van, és rövid időn belül az egész folyamat lezárulhat, megnyugtatóan lezárulhat. Nagyon örülök, hogy segíthettem ezeknek a családoknak.